Folytatódik tehát a mai gála a főmeccsel. Kispapó Krémer Péter és Berki Ferenc Junior, azaz Fecó lép a szorítóba rövidesen. Nagyon várom ezt a mérkőzést, kíváncsi vagyok, hiszen két remek bunyost láthatom majd a szorítóban. Két jó karaktert, nagyon fontos az, hogy karakterek legyenek a sportolók. Már volt egy kis csipkelődés is köztük, természetesen csak tényleg poénból. Egyre inkább elmegy a látvány irányába, ami nem is baj, és a hangeffektek felé. A tegnapi mérlegenésen is rendkívül jók voltak itt a mellékzörejek, tehát önképpen abszolút professzionális. Mi az, amiben leginkább még kell fejlődni? Van pár dolog, de nem akarunk nagyokat lépkedni. Minden gálához egy kicsit hozzáteszünk, ez élvezhető a közönség számára is, a mi részünkről pedig abszolút kezelhető. A közösségi médiában egyre nagyobb szeretet foglaltok el, ennek van jelentősége? Természetesen azért jó, hogyha nem csak a szakmai berkekben beszélnek a sportágról, illetve támogat minket az, hogyha benne vagyunk egy hírverésbe, vagy egy bizonyos vérkeringésbe. Jó, hogyha a sportágat látják, ennek sportág népszerűsítő hatása van, úgyhogy minél több helyen megjelenünk, annál jobb. Rajtad kívül ki számít még jelentős promóternek Magyarországon? A Demeter Laciék vannak a New School Promotionnál. Dolgoztál már velük? Dolgoztam velük, és jó a kapcsolat is. Ők évi egy-két gálát szerveznek, jövőre szerintem ők is többet fognak. Meglátjuk. Mennyire nehéz eljutni odáig, ami mondjuk Rácféjéknek sikerült utoljára, hogy országos tévécsatorna, főműsoridő, szombat este? Az a baj, hogy azt látjuk a promóterekkel, hogy egyelőre a tévések nem nagyon nyitnak a küzdősportok irányába. Most az RTL-en a Star Box ilyen értelemben jól jött. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb vagy valamilyen streaming szolgáltatóval, vagy egy tévével közösen majd lehet egy nagyobbat fejlődni ebbe a közvetítési szférába is. Hogy tetszik neked a Star Sport egyébként, a Star Box? Voltam mindegyik gálán, szórakoztató, és élveztem a meccseket. Nagyon jól meg voltak csinálva a bevonulók is, és jól felkészültek a srácok. Hölgyeim és uraim! A 80. Has nemzetközi ötvöni munkára utolsó mérkőzése következik. Profi magyar bajnoki címmérkőzés középsúlyban 10x3 perces ünnepben. Ezen a mérkőzésen a vezetőbíró Sasvári Tamás. És most mindenkit arra kérnék, hogy fordítsátok tekinteteteket a legfal fele. Nézzük meg, hogy készült a két versenyző erre a címmérkőzésre. Magyarként nagyon fontos nekem, hogy birtokoljam a magyar bajnoki övet. Egy nagyon nagy tüske bennem, hogy nem sikerült idáig a magyar bajnoki címet megszereznem, ezért 20-én mindent meg fog tenni érte, hogy hazavigyem az övet. A Peti egy jó harcos, bírja a meneteket, ügyes, jóbújós, viszont úgy gondolom, hogy a boxt minden szegmensében jobb vagyok. Nagyon tisztelem a Fecót, mint bunyós, mint ember, de a ringben nem lesz barátságot, kőkemény pofonok lesznek, amit az érdik körül fog kiosztani. November 25-én nagy durranások lesznek. Fucking sorry.
És hölgyeim és uraim, szólítom a piros sarokba. Verki Ferenc Junior! Hagyjuk tehát az ütemet, 2 óra, 15 perccel megy a gála is, eljutottunk a főmeccsig. A kék sarokban érdekelt versenyző, Kispapó amatőrként 30 meccset vívott, döntően nyert, ez a 27. mérkőzése. Berkivel 3-4 edzésen már sparingolt, legutóbb a Korintiában Berki a győzelme után felhívta a ringbe Krémert, aki elfogadta a meghívást. Krém egyébként sokáig Érden élt, ez is a városa. 4 hónapja azonban Szász halomba adta a lakóhelye. Tiszteli Berki munkásságát, Jóbunyósnak tartja, de úgy gondolja, ügyesebb, gyorsabb, erősebb és technikásabb lesz. Legutóbb a Wembleyben, nyilván nem a futballstadionban, hanem mellette egy boxteremben több ezer néző előtt játszott. Egy fiatal angol, George Liddard volt az ellenfele, aki ugye legyőzte. Krémer szerint nem verték agyon. Jön az első menet. A mai meccs kapcsán egyébként Berki azt mondta kérdésemre, hogy fájdalmat, könnyeket és vért vár. 16 éve folyamatosan készül a meccsekre. Ezúttal sem állt a legutóbbi Korintiában vívott meccse óta. Többször edzett Krémerrel, szerinte jobb nála, bármi is következik. Úgy gondolja Berki, megoldja, és az ő kezét emelik majd a magasba. Nem kezdtek lazán a srácok. Hangsúlyos sütések Berki Fecótól. Péter egyelőre keresi a távot. Krémer egyébként úgy gondolja, évente a maximum 5 meccset érdemes vívni, 3-4 is beleférhet. Ez az 5. mérkőzése, több már nem lesz, ezzel zárja az évet. Elmondása szerint decemberre kapott meghívást Angliába és Franciaországba, de nem lép ringbe, edzősködik és edzéseket vezet. És nagyon büszke arra, hogy itt lehet ennyire exkluzív környezetben még. Nem bunyózott, tehát ezért is köszönet. Élesek, élesek a fiúk, nagyon élesek. Hangsúlyos ütések innen is, onnan is. Nagyon bekezdett a fecó, megmondom őszintén, azt hittem, hogy egy kicsit taktikusabban kezdi majd az első menetet. A tét nem kicsi a középsúlyú magyar bajnoki év. Amit mind a ketten nagyon szeretnének. Mind a kettőjüknek nagyon fontos ez, mint elmondták itt a felkészülés alatti videókban is. Dinamikus volt az első menet, és megint hangsúlyos ütések Berki Fecótól. Kispapó 33, Berki pedig 28 esztendős. Utóbbinak ez a 21. meccse, míg Kispapó 27-szer lépett pályára eddig a profit táborában. Ismét egy pattanó ütés Berki Fecótól. Nagyon éles a Fecó. Nagyon éles, nagyon jó hangsúlyos ütései vannak. Jó volt ez a testre mért balfelütés. És mint mondtam, nagyon bekezdett, meghozogatta az első ütéseket. Nem mondható szokmányos tapogató felmérő menetnek. Egyelőre azt láttam, hogy Krémer Peti tanástalan. Abszolút Berki Ferenc Junior dominál. Az történik a szorítóban, amit akar. Bal egyenes Krémer Pétertől,
bal egyenes Berki Fecótól. Most egy idejű bal egyenes. Igen, Krémer döntően ballal indít és egyenesekkel operál. Kicsit azt láttam, hogy Péter még nem érzi a távot, illetve nem pörgött fel. De Fecó nagyon éles. Nagyon éles Berki Ferenc junior. Vég az első menetnek. Nagyon jó menet volt. Nagyon jó menet volt. Tetszett, ahogy Berki junior dominál. És azt látom, hogy Péter nem pörgött fel. Kíváncsian várom, hogy mi lesz a második menetben. Ennél több kell majd ahhoz, hogy meneteket vigyem. Berki jó ideje tartozik az Istállóthoz. Szeptember 9-én a Corinthiában technikai KO-val verte az argentin. José Luis Castillo-t, előzőleg Melvin Hernandez-el találkozott a Turivárban, az a meccs döntetlen lett. Akkor édesapja azt mondta, hogy szerinte a fia nyert, te hogy láttad azt az összecsapást? Szoros volt, de én is Fecónak adtam volna azt a mérkőzést. Jön a második menet. Kíváncsi leszek. Előzőleg idén márciusban a Lakeside Hotelben Juma Misumálival találkozott. Tavaly pedig ugyanitt a Magyar Király Hotelben. Na nézzük, Péter mit talált ki. Sarokkal mit egyeztetett. A belharcot erőlteti. Fecó nagyon éles. A testütés ismét. Belharcot erőlteti Krémer. Úgy látszik, hogy az komfortosabb számára. De az komfortos Fecónak is, jól ismerem. És szeret közelről küzdeni. Kicsit dulakodnak. Keresi Krémer azokat a pontokat, ahol be tud találni. De Fecó nagyon jól mozog. Közelről is, és távolról is. Folytatják a belharcot. Nagyon éles Berki Ferenc junior. Nagyon tudatosan és szépen boxol. És puffognak tőle az előkészítés utána csapottak felütések. Az első menetet egészen biztos, hogy elvitte Berki Ferenc junior. Nagyon éles és nagyon erős Fecó. Egy testütés, na most talált Krémer is egy balorogga a fejre. Most Berki válaszolt egy jobb felütéssel fejre. Dulakodnak egy kicsit. Előkészíti Fecó ezeket a nagy bombákat. Nagyon rutinosan csak nyújtogatja a kezét, és abból vált egy ritmust, amiből jönnek ezek az irgalmatlan erejű horgok és felütések. Nagyon jól dominál Berki Ferenc junior, nagyon jól látni tőle ezt a kirobbanó formát. Ismét talált egy ütéssel. Megint készíti elő ezeket a bal felütéseket testre. Nagyon rutinosan, most visszadolgozik Krémer. Egy jobb horog Berkitől. 10 menetes összecsapásra rendkívüli erő szükséges. Igen, főleg úgy, hogy nagyon bekezdtek a srácok. Ha ez így folytatódik, egészen biztos, hogy nem fog végigmenni a mérkőzés. Tehát úgy gondolod, hogy Berki előbb lerendezi a nyitott kérdéseket? Igen, nagyon éles a Fecó. Láttam a felkészülés alatt sparingolni, már ott látszott rajta az a dinamika, az az erő, amit most képvisel. Azért a folyamatosság látszik rajta, közben csatolnak a felütések és horgok. Szóval nagyon aktív Fecó egyébben, ez a 4 mérkőzése megvan. Na most megint egy oda-vissza adok-kapok. Nagyon jó mérkőzést láthatunk. Ó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó talált Berki Ferenc junior ismét. Krémer Péter állja eddig a sarat. Igyekszik visszadolgozni. De én azt látom, hogy a Fecó élesebb és erősebb. Na most oda-vissza pillanatok. Nagyon jó második menetet láthattunk, szerintem ezt is elvitte Berki Ferenc junior. Élesebb és gyorsabb, mint Krémer Péter. Nagyon jó mérkőzést láthatunk. 10 menetes tehát az összecsapás. Itt közben próbálom összeszedni az információt a legutóbb egy évvel ezelőtt vívott meccséről. Ugyanitt egy csehfiúval, Nikolás Dzurnákkal találkozott tavaly november 24-én.
és pontozásos győzelmet aratott, előzőleg pedig a Hottói sportcsarnokban szintén a szervezésében Sandro Jajanidze a georgiai versenyző ellen győzött szintén pontozással. Megkapták a srácok az instrukciókat a következő menetre. Az első közös promóciótok tavaly július 9-én az Alvaregia sportcsarnokban volt Ali Hasso ellen, ahol technikai KO-val nyert szintén Berki. Nagyon jön az újon menet. Nem vettek vissza a srácok a tempóból, azt látom, hogy nem kaptak olyan utasítást, hogy lazában folytassák a menetet. Á, nagyon éres Berki Ferenc Junior, nagyon jó ezt látni. Minden ütése nagyon tudatos, oda-vissza pofonok ismét. Tudatosan felépített bunyót csinál Berki. Krémer tolja, keresi ő is a lehetőséget, próbálja helyezni ezeket az ütéseket, talál is, találnak oda-vissza, szűken is dolgoznak, kívülről is, felütésekkel, horgokkal, most nem talált Krémer, Berki viszont igen. Nagyon jól érzi a távot Fecó, lopja belépked ezekkel az apró lépésekkel, helyezi a súlypontját előre-hátra. Nagyon széles a technikai repertoárja Berki Ferencnek. Nagyon jól talál most is, hogy szépből egyenes ment Krémer fedezéke között. És visszadolgozik Krémer. Petinek ezek a jobb felütések és csapottak horgok mennek igazán. Azt látom, hogy azokra építi a bunyóját. Most is felütéshoroggal talált. Krémer karrierje 2017. augusztusában kezdődött Botlik Dániel tolmáson. Ismét Krémel dominál, próbálja átvenni a dominálást, de Berki Ferenc Junior ezt nem hagyja. Viszont Peti dolgozik most vissza, jó horgokkal, felütésekkel. Fecó készíti elő ezeket a nagy bombákat, nagyon ügyesen és tudatosan, lazán kinyújtogatja a kezeket, majd jönnek ezek az irgalmatlan erejű csapottak és felütések fejre és testre. Igazán közösség, szórakoztató mérkőzés. Krémer próbál előkészíteni. Keresik a távot. Bal egyenes, egy jó tempó Fecótól. Közelről akarnának inkább bonyolzni, azt látom. Egy testütést Krémer most bevitt Fecónak. Jön rá a válasz Berki Ferenc Juniortól. Nagyon hangsúlyosak ezek az ütések. Most is ez a tudatosság, ez a testcsel szépen megvárja az adott pillanatot Berki, és akkor talál, amikor most is egy gyönyörű, szűk felütés. Most jön Krémer horgokkal, felütésekkel. Ismét belharcot láthatunk mind a két versenyzőnek. Közel áll a stílusához. Próbál visszadolgozni Krémer. Oda-vissza pofonok, felütések, horgok mind a két versenyzőtől. Nagyon éles Berki Ferenc Junior. Hihetetlen ez az iram. Nagyon jó mérkőzés. Kíváncsi vagyok, hogy Bozai Gyula milyen instrukciókat ad Krémer Péternek. Mivel jönnek elő, mivel drukkolnak elő, hiszen újítani kell, mert eddig az összes menet Berki Ferenc Junioré. Igen, mint említette, Botlik Dániellel kezdett 2017-ben Krémer, aztán Farkas Gáborral találkozott, Százhalombolt jelenlegi otthonában. Aztán fővárosi mérkőzések következtek Varga Andrással, Kis Dáviddal, Takács Józseffel, Kis Tarcsán Ladislav Némettel találkozott, aztán Mirko Jovanovicsal, aki már volt szereplője és lesz is még vélhetően a Kiliti gáláknak. Meg volt a frissítés a versenyzőknek. Berki Krisztián, természetesen Berki Ferenc Junior. Bimbo Lajossal kezdett 2015-17-én. Én a menet. Nem látom, hogy lazában akarná kezdeni Berki Ferenc Junior. Jó fogadta Fecó most Krémert. Ismételtem. Szép találat. Nagyon határozott volt ez a bal egyenes.
Pillanatban elégedett versenyzőjével és fiával Berki Ferenc szenior, hiszen viszonylag keveset kiabál a ringbe. Nem egy kiabálós edző, megbeszélik a szünetbe, amit kell, és Ferenc tudja a dolgát a szorítóban. Nagyon jó munkát végeznek ők együtt, apa-fia páros. Krémer ismét közelebb akar menni, Berki pedig hangsúlyos ütéssel. Ezt nem hagyja, megint egy bal felütéstesre. Ezek a további menetekben veszélyesek lehetnek, ezek a bal felütések testre. Ugyanis nagyon kiveszik az embert kondícióval, ismét Berki talál. Próbálkozik Péter ezekkel az előkészített bal egyenesekkel, majd a felütés horog kombinációval. De azt látom, hogy Fecó sokkal élesebb, gyorsabban reagál, és ezért megelőzi Pétert ezekben az ütésekben. Lazabbal előkészít mozdulatok Berkitől, és jön a már megszokott ritmusváltás. Beharcban nagyon jól lezárja Berki Ferenc junior a fedezéken, nagyon jól eldugja a kiütési pontokat. Nagyon rutinosan teszi ezt. Krémer beszorítja most Berkit a kötelekhez, és jön meg a felütés horgok. De látszik, hogy Berki Ferenc juniort ez nem nagyon hatja meg. Ugyanúgy higgadtan keresi a lehetőséget. Jönnek ezek az előkészítő mozdulatok. Lógókézzel, lazán. Mint említettük, Berki Ferenc junior 18-szor nyert, egyszer kapott ki és egyszer végzett döntetlenre. Jellemző egyébként, hogy meccsenél 39%-át nyerte KO-val. Ismét parázsütések. Jön a szurkolás, a bíztatás itt a helyszínen Berki Ferenc juniornak. Nagyon jól védekezik a Fecó, és nagyon jól helyezi az ütéseket. Nagyon tudatos, amit csinál. Látszik, hogy komoly szakmai munkát végeznek a csapattal. Hihetetlen ez a higgadság. Nagyon, nagyon élvezhető a mérkőzésük, és Berki Ferenc junior bonyolja. Na most jön Krémer Péter, mosolyog egyet. Megint egy szép kombináció Berki Ferenc juniortól. És jött egy kis frissítés. Ugye 8 éves profi karrier számol Berki Ferenc junior. Mi a legnagyobb erénye a boxának egyébként? Nagyon higgad le. Azt látom, hogy mérkőzésről mérkőzésre egyre higgadtabb, és a szorult helyzeteket is nagyon könnyedén kezeli. Nem esik szét, amikor nyomás van rajta, sőt, mint láthattuk az előző menetben, még élvezi is. Ez nagyon fontos dolog egy bunyós életében, hogy mentálisan és fizikálisan is erős legyen és éles tudjon maradni, amikor kell. Nézem itt a papírjaimban egy vereségét 2018. december 7-én Conrad Cummings ellen szenvedt el Észak-Írországban, Belfastban, a Titanic Exhibition Centerben. Az is egyébként szoros meccs volt, de azt nem neki adták. Steve Gray, Enyedi Zoltán és Howard Foster, valamint Stefan Nicolo volt akkor a mérkőzés döntete. És jön az ötödik menet. Nézzük, hogy mivel jönnek elő a srácok. Tehát rövidesen ott leszünk féltávnál. Így van. És csatornak is a pofonok. Kellőképpen kiszolgálják a közönséget, azt láttam és azt érzem. Most jön Kréme. Peti szereti ezeket a szűk bebújásokat, közelről felütéseket, horgokat előtni. Kérdeztem, hogy mi Berki bunyójának a lényege, hogy látod ezt Krémer kapcsán? Berki nagyon higgadt és nagyon éres, hihetetlen, nagyon tudatosan őt mindent, amikor lazán dolgozik, azt is, és ez a könnyed védekezés, látszik, hogy élvezi a bunyót. Azt kell mondanom, hogy Berki nagyon éles most, nagyon jó korszaka van Fecónak. Mi egyébként az optimális idő egy ökölvívó életében, karrierjében? Most ő 28 esztendős. Ez érési pontoktól függ, minden bunyósra máshogy reagál, vagy máshogy jönnek el ezeket a dolgok. Bocsánat, csak közben nézem a mérkőzést, hiszen megint jönnek ezek az oda-vissza pofonok, horgok, felütések mindkét versenyzőtől, és mint az előbb is említettem, a belharcot erőltetik, és szeretik mindketten. Ez a taktika része lehet mindkét oldalról. Folyamatosan halljuk Bozai Gyulát a kék sarokból. Próbálja Péter segíteni ezekkel a
tanácsokkal, észrevételekkel. És még egyszer ismételnem kell magam, Fecó nagyon éles, gyorsabb is, mint Krémer. Minden ütése tudatos és talál. Most is egy szép bebújás követően jött ez a Bauerok. Krémer keresi a válaszra a lehetőséget. Nagyon jó mérkőzést láthatunk. Most talál Krémer. Csínbe is ütnek. Azt nem mondhatom el Péterről, hogy nem akar. Próbál és megy előre. Keresi a lehetőséget. Ezt kell hallhatjuk is Bozai Gyulától a sarokból. Nagyon jó mérkőzés. Krémer jön, keresi a lehetőséget, keresi a távot bal egyenesekkel, és amiből aztán be tud lépni, és tudja indítani a felütéseket és a hordokat, amivel próbálkozott a mérkőzés ideje alatt. Most is egy oda-vissza találat. Azt láttam, hogy Péter ez kezd egy kicsit fáradni. Fecó pedig élvezi a mérkőzést. Keresi a lehetőségeket, alapállást vált. Lesz egy kis finish a végére. Lesz. Péter is érezte, hogy ezt a menetet egy kicsit meg kell húzni. Szikrázik köztük a levegő, amit nem csodálok, hiszen két remek harcosról beszélünk, és kiszolgálják rendesen a közönséget, tényleg oda-vissza igyekeznek nagy ütésekkel, nem finomkodnak, bármikor benne lehet egy idő előtti befejezés. Amikor a Korintiában véget ért Berki meccse, és felhívta a ringbe Kispapót, aki elfogadta a kihívást, akkor mondtad már, hogy jó meccs lesz, és ez elmúlt hónapokban is többször megjegyezted, minden jel arra mutat, hogy bejött a jóslatod. Igen, szükség van ilyen mérkőzésekre, amikor két tehetséges és ügyes magyar sportoló megküzd egymással. Nagyon jó hype-ot tudtuk erre építeni face-off-okkal, podcastekkel. Szorítóból! Ez fontos egy rendezvény menetéhez, és a sportolóknak is a kellő social media jelenlét és szereplés. Féltábnál hogy látod az esélyeket? Berki Ferenc junior nagyon magabiztosan vezeti, egészen biztos vagyok az összes pontozónál a mérkőzést. Dinamikusabb, élesebb, tisztábbakat talál, és nagyon jól védekezik Fecó. Jön Krémer. Na! Igen, Berki érzi. Döntésre akarja vinni a dolgot. Be lehet fejezni. Nehéz pillanatok jönnek most Krémer Péternek, de visszadolgozik. Talán ki tud jönni a... Igen, kijött a csávából, ahogy mondani pontból. Szokták. Így van. Szólni kell a bírónak, hogy a fejelésre figyeljenek. Jönnek Krémertől az előkészítő balegyenesek. Fecó nem kapkod, ahogy nézem. Türelmesen boxol, de bármikor benne van egy idő előtti befejezés, megint jó leforgások, jó ütések. Most kettőt talált egyébként Krémer. Igen, most jön a Berki válasza. Nem adja magát Péter, jön és próbálja átvenni az irányítást, dolgozik. Abszolút nem passzív, annak ellenére, hogy óriási ütéseket kap. És megy előre, keresi a lehetőséget, de Berki Ferenc junior nagyon rutinosan megállítja, dulakodik egy kicsit, ha kell, és abból aztán ritmus vált. Meló, hallhatjuk a sarokból. Egy kicsit több kell Pétertől. Megint hangsúlyos ütések Berki Ferenc juniortól. Nagyon pontosak ezek a horgok és felütések. Nagyon jó helyre mennek be. És ez látszik is Péter állóképességén, ezek a testütések egy kicsit kivették szerintem. Megint egy óriási jobb felütés testre Berkitől. Nagyon jók ezek az előkészítő mozdulatok,
amivel ellopja a távot, most jönnek a Krémer pillanatok, felütések Horga Krémer Pétertől, de jön rá a válasz Berti Ferenc Juniortól. Ez a menet, mint a kicsit kiegyenlítettebb lenne, mint a korábbiak. Dolgozik Péter, de én azt látom, hogy hangsúlyosabbak a junior ütései, és az utolsó ütés mindig az övé. Minden kérdésre azonnal jön a válasz. Nagyon jó menetet láthattunk, amit Berti Ferenc junior szerintem továbbra is elvitt. Nagyon jó mérkőzést láthatunk itt az est főmérkőzésén. Mennyire nehéz összehozni amúgy egy ilyen rangadót? Az az igazság, hogy valamiért nem gondolkoznak sokan a magyar-magyar összecsapásba. Mindenki félti egy kicsit a presztízsét, ami érthető, de ez egy ilyen sport, egyéni sportág. Itt két férfi bemegy, és egyikük jön ki győztesen. Természetesen akarnak arra, hogy is mondjam, valamikor döntetlenre zárul egy mérkőzés, természetesen van rá erre precedens, de azért mennek be a harcosok, hogy győzzenek. Van már olyan promóter kollégád, aki felkeres, hogy szeretné a versenyzőjét nálad megméretni? Folyamatosan jönnek megkeresések, igazából Magyarországon azért annyira nem vagyunk eleresztve a promóterekkel, vannak kisebb csapatok, de olyan nagyobb konzorciumos együttműködésre egyelőre nem látok lehetőséget. Berki, skandálja itt a közönség. Nézzük, hogy tudnak kijönni a szünetből a srácok. Peco nem teszi a lába az ütések erejét, és folyamatosan próbál dominálni, irányítja a szorítót, az történik, amit Peco akar. Kicsit azt láttam, hogy Péter tanástalan. Levegőznek egy kicsit a fiúk. Jobb testütés Krémertől. És jön rá az azonnali válasz. Nagyon éles és nagyon erős Berki. Kirobbanó formában van. És semmi fáradtságot nem látok rajta, a hetedik menetnél járunk, és folyamatosan dominál. Nem lesznek gyengébbek ezek az ütések, nagyon jól helyezi őket. Bal egyenes Krémertől, de közben ver Berki Ferenc junior azonnal. Előkészítő mozdulatok Berkitől, ez amit korábban is mondtam. Nagyon jól megnézi a lehetőséget Berki, és aztán oda tesz az ütést, ahova kell. Krémert próbál visszajönni, próbál előkészíteni majd támadást, véghez vinni, de nehéz, mert amint megindul Berki, azonnal közbever. Egy perc van még a hetedik menetből. Egy csimbeütés. Előkészítő mozdulatok megint, és jön a tiszta találat megint. Nagyon jól csinálja ezeket Berki, és aztán ismétli. Minden ütése hangsúlyos, amikor egy kicsit lazít, azonnal jön egy bomba. Nagyon jók ezek a ritmusváltások, nagyon látványosan találnak vele. De Péter nem adja könnyen magát, próbál visszajönni, és most talál is. Dulakodnak egy kicsit a srácok. Ez benne van a közelharcban, egy tempó Berkitől, bal felütés fejre, jobb felütés Krémertől. Balokkal próbálkozik Krémer, és azonnal jönnek a Berki bombák. Meló kéri tőle a sarok, mármint Krémertől. Nagyon erős Berki Ferenc junior, nagyon jók ezek a kombinációk, amiket üt fejre, testre. Kell a pihenő Krémernek, úgy látom. Viszont azt kell mondanom, hogy Berki Ferenc abszolút nem fáradt. Itt vagyunk hozzá közel. Látom a sarokba. Nagyon frissnek tűnik még 7 menet küzdelem után is. És minden ütését meghúzza Fecó, hihetetlen iramot diktál.
Egyébként tegnap a mérlegelésen mindketten grammra pontosan ugyanazt hozták, 72,1 kg-ot. Mennyire nehéz ez a fogyasztás? Attól függ, hogy milyen típus az ember, meg hogy mennyiről indul tulajdonképpen. Ugye Berki Ferenc juniorral lejjebb szeretnénk menni egy súlycsoportot. Nagy váltósúly a cél, tehát fogyasztani fogunk a jövőben. Egy súlycsoporttal lejjebb. És Berki Ferenc junior is most már készen áll a nemzetközi csatákra. Szeredában hány versenyződ lép majd a kötelek közé? 3 vagy 4 saját, illetve szabadúszók is lesznek. Jöjjön a 8. menet. Nézzük, milyen instrukciót kaptak a fiúk a sarkomból. Junior nem veszi vissza a tempót és az ütőerőt sem. Balfelütés fejre Juniortól. Óriási testütés. Közben vert megint Berki. Nagyon hangsúlyosak ezek az ütések. Kiveszik Pétert. Rálép ezekre a bal egyenesekre is. Így viszi a testsúlyát ezekre a balokkal, és egy óriási testütés. Jobb oldalon balon dolgozik Berki. Most is nagyon tudatosan és rutinosan megnézi, hogy hova üssön és mikor. Nagyon jó a védekezés Berkinél, de jönnek a Krémer horgok és felütések. Ezek vannak beiskolázva a Krémerbe. Ezt tudja Bujik. Bujik, Bujik, és jönnek a felütések, horgok fejre és testre is. Szép bal egyenes Berkitől. Lazán kéri Berki sarok. Nincs min aggódni igazából, hiszen minden menet torony magasan. Berki fele juniorról és óriási ütések. Nagyon tisztán talál Berki. Kicsit megcsúszott a lába. Krémer egyelőre állja ezeket az ütéseket és keresi rá a megoldást. Próbál visszadolgozni balegyenesekkel, de megint jönnek ezek a Berki bombák. Szűken és szélesen és nagyon precízen dolgozik junior. Hajlásokból is összeérnek. Most jól kombinál Krémer. Felütések horgok, de azt látom, hogy nem tudja úgy igazán ütőerővel átütni Berki Ferenc junior védekezését, és már jönnek is a Berki bombák. Óriási jobb forró Berkitől, bal felütés testre. Nagyon jól kombinál, nagyon színesen bonyozik Berki. Krémer pedig megy, bújik, és próbálja a felütés forró kombinációt erőltetni. Nagyon monotonon, de tudatosan üti ezeket a kombinációkat. Ismét egy kis zsulakodás. Horog felütés Krémertől. Kicsit jobban kéne helyezni ezeket az ütéseket, nagyon elhúzza Berki arca előtt. És nem, talán nem tud igazán kárt okozni ezekkel az ütésekkel. Ellenben viszont Berki Ferenc nagyon tudatosan üti ezeket a kombinációkat. És irgalmatlan ütőerővel. 8. menet vége. Jön a finish. Mennek a srácok még a menet végén is. Nagyon jó menetet láthattunk ismét. Érdekes egy kis pihenő. Amit mondtál, hogy érdemes magyarokat összeereszteni. Utána néztem, Berki Ferenc junior utolsó 10 meccséből mindössze 2-t vívott magyar ellenfél ellen. Varga Roland József 2021 10-ó 16-án, illetőleg Fazekas Lászlóval találkozott 2018-ban, amúgy döntően külföldiekkel. Krémer Péter is abszolút vegyesen vívta a meccseit, tehát ezek szerint igenis van igény jó magyar bunyósok kimondotta jó meccseire. Így van, és kellenek is ezek a mérkőzések. Nem kell attól tartani, hogy egy-egy veresség belecsúszik egy sportoló mérlegébe. Túlságosan félti mindenki a veretlenségét, be kell vállalni, és igenis kellenek az 50-50 százalékos mérkőzések. Kockáztatni kell és rizikóztatni. 9. menet. 6 perc van még tehát az összecsapásból. Már mondtad, hogy Berki jobbnak tűnik. Minden bizony a végig megy ez a találkozó, ahogy ezt most kinéz. Sok van még a végéig, bármikor lehet egy-egy ütés, bármelyik versenyzőtől,
bár inkább ez belkiütéseiben van most bennem. Óriási ütése megint. Ezekre nagyon kell figyelni Krémernek. Az a baj, hogy mindent levesz fedezékkel, és ez károkat okoz akkor is, hogyha oda megy a fedezékre. Plusz Berki kellőképpen éles és rutinos ahhoz, hogy megtalálja a részt a pajzson. Ismét Berki pillanatok. Többet kér Krémer sarka. Jobb felütés Krémert talált. És jön rá a válasz. Nagyon jók fecónak ezek a leforgásai, szögváltásai. És ismét ezek a nagyon lazza ütések, majd jön a ritmusváltás. Nagyon látványos ütések Berkitől. Krémer pedig szépen próbálja a beharcot keresni, erőltetni. És ott a horog felütés kombinációt a fejletesre. Amit láthatjuk, Fecó nagyon jól védekezik, lezárja a szögeket. Nem tud igazán kárt okozni Krémer. Most kétszer el is találta. Óriási testütés ismét Berkitől. Igen, oda-vissza vannak találatok, de a hangsúlyosak és a tiszta ütések egyértelműen Fecótól vannak. Nagyobb számban. És nagyon élvezi a bunyót Berki. Nagyon tudatos, amit csinál végig. Higgadt, éles. Van legyenes Berkitől. Van legyenes rá a jobbos. Óriási horog Krémer próbált közbeverni. És jönnek a Krémer kombók szűken. Felütés horog kombináció. És a válasz Berkitől. Krémer próbálkozott, nem talált. Lökés. Lökés nem. Nem ütéstől ment le Krémer Péter. Édesapja közben jelezte, hogy a... Óriási jobb ütés, és megvan! Megvan csípve Krémer Péter. Ezt mondtam neked, hogy sok van még a végébe, és nem fogja tovább engedni a bíró szerintem. Igen, az imént elcsúszott, de ezt most... És elértették! Középsúlyban magyar bajnok Berki Ferenc Junior, a Kiliti Promotion csillaga. Nagyon jó mérkőzést láthattunk, és kellőképpen elvitték a rendezvénynek a só részét és a főmérkőzést. Szerintem Krémernek egy kicsit le kéne ülni ott a sorokban. Nagyon jól tartotta magát egyébként. Itt közben látjuk az ismétlést. Beleszaladt ebbe a sok ütés kapott, igen. Sok ütés kapott ismétlődően. Úgyhogy benne volt a mérkőzésben az idő előtti K.O. Úgy gondoltam egyébként végig megy, de végül másként alakult, de így is jól tartotta magát. Ilyen a box. Ilyen a box. Próbált helytállni Péter, voltak momentumai, voltak jó találatai, de látványosan élesen volt Berki. És már hozzák is a magyar bajnoki jövet. Reméljük, hogy Péter jól van. Ilyenkor jobb, hogyha egy kicsit ül az ember. És magyar bajnok Berki Ferenc Junior középsúlyban. Kellőképpen megdolgozott érte. Azt gondolom, hogy kiszolgálta a közönséget. Nagyon látványosan és jól kombinált. Szépen bunyózott Berki. Az egész Berki team már a szorítóban. Aztán itt van Juhász László is, önkormányzati képviselő. Amely egy supervisorával fogja majd átadni véletlenül az övet a magyar bajnoki címért járó. Péter jól van. Megtapsolja a közönség. Igen, megismerjen mi a tapsot. Gratulál Berki Ferenc Juniornak. Igen, nagy harc volt. Nagyon korrektek a srácok egymással, ez nagyon fontos. Igazad lett, valóban egy jó ütközet, komoly magyar résztvevőkkel. De tudjátok, ilyenkor mindig izgatottan várják a szeretményeket, és még akkor is, ha így ér véget egy mérkőzés, a 9. benet. Nagyon szépen köszönjük a részvételt Kiliti Fecónak. Egy kicsit, pár mondatot még a gáláról, hogy értékeled a kerek egész. Köszönöm szépen.
Nagyon élveztem a gálát, jól szerepeltek a srácaim. Nagyon korrektek a srácok egymással. Megvan a respekt. Köszönöm szépen neked is a segítséget és a munkádat, Horog László. Nagyon profi vagy, ahogy szoktuk mondani. Köszönjük, hogy itt voltál. Éveztem a közös munkát, jövök legközelebb is. Majd átgondoljuk, hogy meghívunk-e, elképzelhető, hogy lesz esélyed. Köszönöm szépen. Köszönjük. Tehát lebukik az ászló legangolják a mai rendezvényt. A speaker még beszél, úgyhogy csendben maradok egy kicsit. Nehogy ilyen nagy csendben az én hangomra kelljen elköszönni. Még egyszer gyorsan ezt a zenét vedd vissza, ami a zenem van. Erről a stílszerűen el tudunk köszönni. Köszönjük az élő közvetítést, a technikusoknak a kiváló munkát. Nektek azt, hogy ennyire szeretitek az ökölvívást. Isten áldjon még egyszer benneteket, vigyázzatok magatokra, és mondom, ne felejtjétek, aki a boxot szereti, a jó Isten áldja meg. I love Szélen! Sziasztok! Lassan tehát véget ér a mai rendezvény. 5 meccset láttunk, Beck Tamás harcolt először Komóci Gáborral. Döntetlen született a The Ring, azaz az üzletemberek összecsapásán. Aztán középsúlyban 4x3 perces ütközet következett Lázi Levente és Péntek Martin között, ezúttal sem hirdettek eredményt. Nemzetközi magyar bajnok jövőjét boxolt a nagy középsúlyban Bölcskei Csaba és Hiba Sándor.
A meccs a 8. menetben ért véget, hiba Sándor nyert, ezzel nagyon szépen búcsúzott Ökölvívó pályafutásától, 48 esztendősen. Könnyűsúlyú 6x3 perces küzdelem következett. Volna, azonban Kiliti Tamás 30 másodpercet töltött a ringben. Marko Pavlovic, a szerb versenyző ellen hosszabb meccse számítottunk. Nem így alakult, Kiliti Tamás elképesztő profizmussal, rendkívüli ütéssel gyorsan rendezte a nyitott kérdéseket. A főmeccsen a középsői magyar bajnoki övért 10 menetben arra készültünk ezúttal is. A 9. menetben végül Sasvári Tamás beszüntette a küzdelmet Berki Ferenc junior és Krémer Péter meccsén, előbbi győzött. K.O. győzelem volt, nagyon jól tartotta magát, kispapó is, de Fecó megnyerte ezt a találkozót. Tehát megint egy nagyszerű gála volt így az év végén, akik minket követtek, nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a döntést hozták pay-per-view, azaz a fizetős csatornán. Tartsák meg a jó szokásokat a folytatásban is, rövidesen, tehát december 9-én megint egy gála Csíkszeredából. Akkor is döntsenek úgy, hogy a Kiliti Promotions gáláját fogják választani. Tehát Erdélyben jelentkezünk legközelebb, egészen biztosan az is nagyszerű rendezvény lesz. Most Székesfehérvár búcsúzik, köszönjük, hogy itt voltak, és bízunk benne, hogy nagyon jól érezték magukat. Hajrá Box, hajrá Fehérvár, köszönjük még egyszer.